Eleget tesznek a több mint 700 éves hagyománynak, és daruval vonják fel a bokrétát az épülő városkapu lakópark területén, hiszen a munkálatok első üteme elérte a legmagasabb pontját. Az elmúlt 20 év egyik legnagyobb beruházása zajlik Szekszárd déli részén. A lakópark kettő ütemben készül, összesen 117 lakás kerül majd értékesítésre a két ütem végén. Az első ütem mellett állunk, ahol három épület már szépen kinőtt a földből. Az első ütemben 57 lakás készül el, amit várhatóan még az idén átadnak. A környezetbarát technológiának köszönhetően biztosítják a költséghatékonyságot, és így a zöld hitel is felvehető a lakások megvásárlásakor. A földszinti lakásoknál nagyon nagy kertület, valamelyik 100 négyzetméternél nagyobb önálló kertet biztosít saját használatban, tehát azok is megtalálják a számításokat, akik zöldebb környezetben voltak eddig esetleg, vagy zöldebb környezetre vágynak. A lakások 53 és 80 négyzetméter közötti méretben készülnek el, és a legtöbbhöz kapcsolódik egy nagyobb terasz is. A zöld terület és a parkolók száma is kétszer annyi lesz, mint a kötelezően előírt, és egy nagy játszóteret is kialakítanak majd, hogy még családbarátabbá tegyék a környezetet. Máté Péter, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, a 10-es választókerület fejlődését és szépülését szolgálja ez a beruházás. Magas színvonalú, jó minőségű lakásokat építenek, mennyezethűtés, fűtés, lifteket lesznek ezekben a házakban, tehát csak három emelet, de mégis liftes lesz, tehát egy kimondottan prémium minőségű lakópark épül itt. 2023 év végén, de legkésőbb 2024 év elején elkészülnek a munkálatokkal, és átadhatnak minden lakást az új tulajdonosának.